A reggelünk azzal tudott kezdődni terveink szerint, hogy hozzá lehetett fogni a biztonsági ellenőrzések után az emelés végrehajtásához. Az első mozzanatnál kifejezetten jó hír volt, hogy a roncs mederből történő elmozdítása problémamentes volt. A szakemberek szerint ez egy komolyabb kockázati pont volt ahhoz, hogyha nagyon meg van gyengülve a hajótest, akkor történhetett volna vele valami, nem történt. Az emelés folyamat lassú, de folyamatos volt. A kapitányi kabin, vagy pontosabban a kormányállás fölkerült a felszínre. Itt ugye áldozatot találtunk, ennek az áldozatnak a kihozatalára kellett intézkedni. Innen következtek azok a többszintű emelések, amiről korábban volt szó, amiknek mindig az a mottója, hogy vizsgálni kell. Kapitányi állás után az alatta lévő szinten át kellett vizsgálni a mellékhelységeket, ott lévő raktárhelységeket. További emelés történt, ahol a hajó részleges vizsgálata tovább folytatódott. Több holttest került megtalálásra, ezeknek a holttesteknek a biztosítása, elszállítása megtörtént. Részbeni vízfölé kerülése során egy sérülést észleltek a szakemberek. Ezt a műszakiak megvizsgálták, úgy ítélték, hogy az abszolút biztonság érdekében egy ötödik emelési pontot kell kialakítani, magyarul egy újabb kötelet át kell fűzni a TAT alatt, és a Clark Ádám szabad emelő csigájával, szinkronba az eddigi emelési pontokkal lehet tovább a közös emelést végrehajtani. Ha ez megtörténik, az átvizsgálás befejeződik, és a búvárok megnyugtatóan tudják jelezni, hogy a hajó tiszta, áldozat már a hajóban nem található, akkor a hajó további kiemelését kezdjük meg, ami már tekinthető lesz reményeink szerint egy folyamatos manővernek, aminek az eredménye az lesz várhatóan, hogy a roncs felkerül az úgynevezett 40-es bárkára, erre a kék színű hajótestre, ahol majd rögzítik, kékelik, és a későbbiek során elszállítják. Ugye innentől kezdve ez a roncs, ez egy bűnügyi helyszín. A hatása, pontosabban a hatásköre a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak lesz, a további eljárást ők fogják megtartani.